Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Pécsen. A Dharma beszéd kezdetén mondjuk el a tiszta univerzum mantráját, Om Nám 7-szer. Om Nám. 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 Köszönöm szépen. Látom az érdeklődést a szemetekben, hogyha már ennyiszer elmondtam, akkor van-e újdonság? Mondok-e valami mást, mint az elmúlt 22 évben? Kiderül-e a titok? A titok mindig is kiderült. A rejtvény te vagy. Azt hiszed, hogy valamilyen tanítást fogsz kapni, valójában a felesleget kell leszedni magadról. Tehát semmi más nem történik, mint hogy a márvány, ami nem kell a szoborhoz, az lehullik. Mi kell ehhez? Ehhez az az önkép nem kell, amivel eddig azonosultál. Azok a remények és félelmek nem kellenek, amelyeket állandóan a hátizsákodban hordasz. Ehhez csak ez a pillanat kell. Mi emberek néha teljesen fordítva látjuk a világot, az illúziót valóságnak hisszük, és a valóságot illúziókba burkoljuk. Ami kell, az már megvan benned. De még nem találtad meg, nem tapasztaltad meg, és így az önvalódat összetéveszted az önképeddel, amiről azt hiszed, hogy megtanulod, valójában el kéne felejteni. Amiről azt hiszed, hogy tudod, meg kéne kérdőjelezni. Amiről azt hiszed, hogy te vagy, át kéne látni, és a személyiségedet nem abszolútnak vagy állandónak gondolni. Miért nem tesszük ezt? Miért nincs a világban rend? Azért, mert bennünk sincs rend. A világot hibáztatjuk azért, mert mi ilyenek vagyunk. Hibáztatjuk a szüleinket, a családunkat, a társadalmunkat, a kultúránkat, a vallásunkat, a neveltetésünket, és kivetítjük a saját problémáinkat a világra, és azt szeretnénk, hogy valaki ezt megoldja helyettünk. A zen felébreszt ebből az álomból, és megmutatja azt, hogy ha te meg tudtad tapasztalni a kék eget, és megláttad a zöld füvet, a barna földet, akkor ugyanilyen tisztán tudod látni a lelked tartalmát. És ha jól csinálod, akkor ugyanilyen tisztán tudod megérezni egy másik ember lelkét is. Tehát, amit nagyon tudni akarsz, amit kíváncsiságból, tudásszomból be akarsz emelni magadba, nézd meg még egyszer, mennyire segít téged az úton. Mennyire táplálja a korábbi berögződöttségeidet, mennyire ortodox, mennyire a bevett tudás, és hogyha azt látod, hogy az eddigi nézeteidet megerősíti, akkor kételkedj. Kételkedj, mert az önképeden nem változtat, az utadon nem indít el, nem hozza felszínre a benned lévő ellentmondásokat.
És hogyha ezeket az ellentmondásokat, megoldatlanságokat megmered látni, ez a paradox. Ez az, ami az eddig bevett tudással nem oldható meg. A karma mind a négy osztályában jelentkezik a megoldatlanság, az ellentmondás, és ez szenvedéssé tud válni. Mi ez a négy osztály? Az egyéni karma, a benned lévő ellentmondások. Akarsz valakivé válni, de nem az vagy. Magad mögött akarod hagyni személyiséget, hátrányosnak ítélt tulajdonságait, és nem tudod. Van egy önképed, amelyet az önkép egy része értékel. Azt mondod magadnak a tükörben, én nem ilyen akarok lenni. Más szeretnék lenni. De belőled hány darab van? Hányféle avatárod van? Hányféle megnyilvánulásod van? Erre mondja a Zen, hogy a 10 000 jelenség visszatér az egybe, de hová tér vissza az egy? Az az első jelenség, amit te magadnak mondasz, énnek mondasz, az honnan jött? És hogyha eléred, tapasztaljuk ezt, akkor a jelenség visszatért az ellentétek elé, az ellentmondások elé, a megoldatlanságok elé. És ekkor meghallattad a paradoxont. Amíg gondolkodsz, újra termeled a karmádat. Ha visszatérsz a gondolkodás elé, akkor az eredeti tudatunk egyé válik. Valójában sohasem vált szét. Csak mihelyt ragaszkodsz a saját önképedhez, a saját duális elgondolásaidhoz, minél többet van neked igazad, és a másnak nincs, annál többször akadsz bele ebbe az önképbe. Annál többet recsen a világképed, mert a világ nem olyan, mint te szeretnéd. A világon szeretnénk változtatni, ahelyett, hogy magunkon változtatnánk. A második nagy karmaosztály, ahol a paradox és megoldatlan helyzetek sokasodnak, az a párkapcsolat. Mit vársz a másiktól? Mit adsz a másiknak? Hónapokig, évekig együtt járjátok az élet útját, egyszer csak történik egy esemény, kapsz egy üzenetet, rálátsz valakire, és egyszer csak megfordul minden. És amit addig hittél, az romokban van. A párkapcsolat közelsége, divatos szóval intimitása, elképesztő lehetőség a gyakorlásra, hogyha van megfelelő szellemi háttér. Ha van egy olyan tükörszerű, térszerű, tiszta tudat, ahol egyre jobban látjuk egymást. Egyre jobban el tudom hinni, amit a másik mond, tesz, gondol és érez. De ha ez a tudat nem tiszta, akkor illúziókat dobálunk egymás fejéhez. Kivetítések és projekciók halmazát akarjuk látni igaznak. És az elvárásainkat, a félelmeinket és a reményeinket leverjük a másikon. Neked ilyennek kell lenned. Miért? Mert én így akarom. Holott a szépségben és az undorítóban egyaránt mi vagyunk benne. A mi reményeink, vágyaink és a mi félelmünk, haragunk. A Zen a világot úgy láttatja, hogy van. Eredetileg nincsenek meg azok a minőségek, amelyeket mi objektívnek, önmagukban létezőknek gondolunk. Az ég csak kék, nem szép és nem csúnya. A párod, a feleséged, a férjed, a családod pont ilyen. A vonzás törvényei vezettek egymáshoz. És ezek után megtapasztalod, hogy mi van még a tárház különböző rétegeiben, mi van még a kékszakálú herceg várában, hány szobát kell még Juditnak kinyitnia, mire a király megismerszik, mire megtudjuk, hogy ő valójában kicsoda. A családi karma az egyel erősebb, mert ott már gyermek van. Tehát a pár és a család között ez a nagyon erős mozzanat a különbség. És elkezded látni, hogy a gyermek miért született hozzád. Elkezded látni, hogy te miért születtél a szüleidhez. Ekkor megszűnsz panaszkodni.
megszűnsz kivetíteni, megszűnsz illúziókat vágni a vacsorasztal fölött a családtagok fejéhez. És innentől kezdve dolgunk van. Dolgunk van egymással, mert mindenki vérségi kötelékbe született, ha ismered, ha nem a felmenőidet. Semmi más nem történik, mint azt az elképesztő kötést, amiben rengeteg energia van, máshonnan nézed, mint eddig. Meglátod a maga mi voltában, a maga ilyenségében, és egyszerre látod teremtő és teremtett mi voltodat. A világ reátháruló részét te teremted. De teremtettek is vagyunk, hiszen kidolgozzuk saját személyiségünket, hatással vagyunk a másikra, és ami a család karmájában nagyon fontos, neveljük és tanítjuk egymást. Mire? Csak arra, amit te akarsz. Mire tanítjuk a másikat? Mit engedünk meg a másiknak? Mivé leszünk egymás mellett? Ez a családi karma. Az elképesztő szoros összetartozás, a felnövekvés, a kirepülés, az önállóvá válás és a visszatérés. Mit teszünk egymással mindeközben? És néha egy kicsi szünet kell. Kicsi szünet kell a család elképesztő intimitásából és kötöttségéből, és akkor rátalálhatsz valamilyen csoportra. Egy olyan csoport, ahol te beilleszkedsz, ahol a tanítót és a tanítást a közösség szintjén tapasztalod, és a család és a csoport között az a különbség, hogy itt már nincs vérségi kötelék. Itt már konvenció van, egyesség van. Szabályok vannak. Nem pusztán tetszés és nem tetszés van. Nem pusztán az, hogy amíg ebben a házban élsz, és én fizetem a rezsidet, és adom a szádba az ételt, addig azt csinálod, amit én mondok. Ez ismerős? Mert mindenki keresztül ment ezen, és hogyha nem figyeltél, akkor szülőként ezt megismételted. Ez volt az első komoly elidegenítő mozdulat a gyermekeid felé. És aztán ittad a levét. Miért van az, hogy divatos szóval úgy ismételjük a transzgenerációs karmát, mint hogyha recepteket pecsételnénk le ugyanazzal a pecséttel évről évre? Ezen a recepten nincs gyógyszer. Ezen a karmád van. És egymás karmáját esszük és isszuk évről évre, évtizedről évtizedre, generációról generációra. Egyén, pár, család, csoport, további csoport, népek, társadalmak, civilizációk. Mind a karma fűz minket össze. És amilyen mértékben átlátjuk ennek a karmának a működését, oly mértékben tudjuk ezt helyesen használni. Itt a tudatosság, az éberség, a tisztánlátás, ez a kulcs. Ezt hívják szanszkritul vidyának, látásnak. A nem látás, azaz avidyá, amikor gondolataink, ragaszkodásaink, téves nézeteink, hamis önképeink úgy eltakarják a tiszta tükrünket, úgy eltorzítják a felületét, esetleg darabokra törik, hogy csak nagyon-nagyon ritkán és nagyon kevéssé látunk tisztán. A tisztánlátás hiánya az a hamis önkép, amely a legerősebb formájában az egoitásod. Ennek a működését, az egoitás szélsőségeit két nagy csoportban látod, az egyik a kapzsiság típusú reakciók. Nekem ez kell, nekem ez jár, ez az enyém! A másik a dű típusú reakció. Eltörlöm a földszínéről, bezárlak, megsemmisítelek. Károsítalak, ez a dű. Tehát a kapzsiság típusú reakció és a dű típusú reakció mutatja az ego kéreg vastagságát. Ezt nagyon jól lehet mérni. Amennyire az egoitásod rabja vagy, oly mértékben nem uralod a reaktív tudatodat. Oly mértékben válsz egy másik ember viselkedésének a következményévé, legyen ő egy egyén, vagy csak a párod, vagy a családod, vagy a csoportod.
Mihelyt valakinek az identitását, a karmáját te hivatkozási alapnak tekinted, és kimondod azt, hogy miattatok, miattad vagyok én ilyen, abban a pillanatban elvesztetted az uralmat magad fölött. És más gondolkodik az elméddel, más érez a szíveddel, más cselekszik a kezeddel, és más beszél a szádon keresztül, és mindeközben te azt hiszed, hogy ez te vagy. Nem. Ez egy rádosztott szerep, amit mások kényszerei diktálnak. És ebből a nagyon rossz álomból kellene fölébrednünk. Hogy tehetjük ezt? Említettem a karma 4 osztályát, és itt a karma működését is. Amennyiben ismered a karma működését, annyiban tudod uralni, helyesen használni, esetleg másoknak segíteni vele. És a karma törvénye az a dharma. Kis D-vel a dharma jelenség. Tehát ez egy dharma. Ennek van egy törvénye, mikor keletkezik, meddig marad fönt, és mi módon távozik a jelenségek birodalmából. Ez a fa valamikor egy sokkal nagyobb fának a része volt. Azt elültették, fölnevelték, ezt az ágat levágták. Utána kiegyenesítették, megszárították, különböző eljárások után megfestették, és utána nekem eladták. És ez nagyon jó így. Ez egy nagyon szép zenbot. Én ezt szeretem. Miért? Mert olyan, ami ennek egy zenbotnak lennie kell. Ez, egy jó zenbot az ilyen. Nem olyan, mint egy partvisnyél. Nem olyan, mint egy csákánynyél. Azokkal is lehetne dolgozni, de az másra való. Mindaddig, amíg én ezt megfelelően kezelem, addig ez zenbot marad. Nagyon sokáig. Ha nem engedem, hogy megegyék a hangyák, belemenjenek a szuvak, ha nem égetem el, ha nem töröm darabokra, ha nem hagyom el messze, és utána nem is nézek fel évszázadokig, ez mindig is zenbot lesz. Teremtés, fennmaradás és pusztulás vagy tisztulás. Ez a három nagy aspektusa van a jelenségek létének. A dharma ezt megmutatja, hogyan keletkezik, mitől marad fönt, és hogyan távozik, pusztul vagy tisztul. Ez nagyon könnyű egy zenbotnál belátni. De egy emberi személyiség sokkal komplexebb. Az önképed, a kapzsiságod, a haragod, az hogyan keletkezik? Mi annak a dharmája, a működése? Hogyan marad fönt? Hogy ragaszkodsz hozzá? És hogyha el akarod pusztítani, mitől pusztul el? Ezek a szélsőségek elképesztő energiát tartalmaznak. A lélek mélyére látni az egyik legnehezebb dolog. Miért? Mert mi vagyunk az akadály, és mi vagyunk a megoldás egyszerre. És ezért a zen fölteszi azt a kérdést, hogy mi ez, honnan jön. Ahhoz, hogy ezt meglásd, 5 nagy szabályt kell látnod. Az első, ne projektálj. Ne szennyezd be a tükrödet különböző színű füstökkel, ködökkel, festékekkel, és főleg nem azzal az arccal, akit te magad helyett látni akarsz. Ne projektálj semmit. Utána a második, ne ellenőrizgess. Ne keresd a hibát a másikban. Ne félts, ne féltékenykedj, ne félj. Ez mind a hibakeresésnek, az aggodalomnak, amikor a bolhából elefánt lesz, ez ennek a mechanizmusa. Tehát ne ellenőrizgess. A harmadik, ne ragaszkodj a múlthoz. Eszméletlenül azt hisszük, hogy a múltban van a hiba, és ezért a múltban van a megoldás. És állandóan visszazuhanunk a régi árnyak közé, a múlt sejtelmes villódzásába. Semmit nem érünk el vele azon kívül, hogy nem tudunk jelen lenni ebben a pillanatban,
és a múltba való visszazuhanással lemásoljuk azt, és a kényszerű, fájdalmas jövőnké tesszük ezt. Tehát ne ragaszkodj a múlthoz. A negyedik, ne legyen önös akaratod. Ha akarsz valamit, ne csak magadnak akard. Ezt a Védákban úgy olvasod, hogy magadért ne gyújts tüzet. Egyedül ne főzz. Ha főzöl, legyen ott más valaki is, akivel megosztod. Ha tüzet gyújtasz, legyen ott valaki, aki szintén megmelegszik a tűznél. Észrevetted, hogy az egyik legnagyobb közösségi élmény az a közös étkezés? Néha nem vesszük észre. De azok a családok, ahol annyira széttagolt az időrend, hogy nem tudnak közösen étkezni egy jó darabig, ott az életrend egyéb darabja is elcsúsznak egymás mellett, és a család szét tud esni. Hányszor találkoztok egy nap érdemben, és nem csak egymás mellett elvillanunk, mint közlekedési lámpáknál az autók, kereszteződésben a járművek. És az életrend az ne olyan legyen, mint a közlekedési lámpák folyamat irányítása, mert akkor GPS-en leszünk egymás életében. Tehát ne önös akaratból dolgozz. A másik nem azért van, hogy te a puszta vágyait kiszolgáld, és viszont. És az ötödik, a nem ragaszkodás és nem azonosulás. Tehát a tükör mutassa azt, ami éppen elé kerül, de ne azonosuljon vele, mert ha igen, akkor bevésődik a tükörbe a jelenség. Tehát ha a hölgyek kirúzsozzák magukat a tükör előtt, fantasztikus, mert szépek lesznek. De hogyha a tükröt rúzsozzák be, akkor a tükör csak a rúst fogja mutatni. Férfiak borotválkozással ugyanez. Nem kenjük rá a borotva habot a tükörre. Tehát ne projektálj, ne ellenőrizz, ne menj vissza a múltba, ne akarj pusztán önmagadért, és ne azonosulj a jelenségekkel. Ekkor tudsz 100%-osan jelen lenni. Na most, hogyha ez nagyon könnyűnek tűnik, próbáld meg egy egész nap így figyelni a cselekedeteidet, a beszédedet, a gondolataidat és az érzelmeidet ennek az ötnek a nézőpontjából. Ez egy nagyon érdekes hullámvasutazás lesz, ha elvállalod. És mint tudhatjátok, a zen hullámvasútján nincsen fék. A világ nem áll meg, az időt nem tudod megkötni, az élet telik. És eközben mi emberek jól érezzük magunkat, és rosszul. Jó érzéseket okozunk embereknek, és rosszakat. Szenvedünk, és szenvedtetünk, boldogulunk, és boldogítunk. Miért? Miért? Megkérdezted valaha is? Nem az értelmet kell itt számon kérni, hanem azt az ős okot, ami a születés és halál mögött áll. És ez az ős okot általában mítoszokban, őstörténetben, ős identitásban szeretjük föllelni, és jól el is távolítjuk magunktól. Az alfa és az omega ebben a pillanatban van. A keletkezés és megszűnés ebben a pillanatban zajlik. A múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul. És ezért mondja a Gyémánt Szutra, hogy a múltra, jelenre és jövőre széttagolt tudat nem tudja elérni a felébredést. Nem a múltba kell visszamenni azért, hogy a korábbi énképeidet fölleld és a hibáidat javítsd. Ezt a pillanatot kell tisztán tartani, és az erőfeszítés közben minden előjön, ami ennek az akadálya, és előbb-utóbb az is, ami ezt segíti. Ha bármilyen múltbéli karma akadály, akkor azt meglátod úgy, hogy te nem mozdulsz el ebből a pillanatból, és az a kép jön feléd, amit a tudattalanodban oly féltve őrizgettél. Nem kell aggódnod a jövőd miatt sem. Csak egy irányt fölvenni, és lépésről lépésre haladni afelé, amiben okod van hinni.
amiről látod, hogy használ magadnak és másoknak egyaránt. Ahol az együttélés a bolygóval, az embertársaiddal és önmagaddal nem ütközik folyamatos akadályokba. És a jelen a kedvencem. Mert hogyha a jelent megfigyeled, akkor mindenkinek más képe van a jelenről, de a tapasztalatunk az ugyanaz. Mindannyian ebben a teremben ülünk. De hogy te hogy érzed magad, az már a te dolgod. Erre szoktuk mondani, hogy a világ szerencsére véleményfüggetlen. Az univerzum működése nem függ attól, hogy te szereted vagy nem szereted. És a világegyetem semmi olyan kötelezettséggel nem bír, hogy racionális okot szolgáltasson a létezésedre. Nincs ilyen. Nincs az elmének egy olyan bugyra, amivel megértheti a létmisztériumát. Pont az elmének az állandó, duális hánytorgását, jó és rossz ideák legyártását kell félretenni ahhoz, hogy a szélsőségektől megszabadulj, az önképet félre tud tenni, és vissza tud térni ide. Ha megszabadulsz a dualitásoktól, a tudatod letisztul, mint a tér, mint a tükör, és ebben úgy látod a világot, a másikat és magadat, ahogy vagyunk. Ez szanszkritul tathatá, vagy búta tathatá, a jelenségek ilyensége, okozatisága, más jelenségekkel való kapcsolata, keletkezése, maradása és megszűnése. Tehát a törvény mindig is látható, ha nem takarod el a szemedet. Igazi önvalód mindig itt van ebben a pillanatban, ha nem szennyezed be az önképeiddel, és nem dobod rá a kapzsiságod és haragod salakját. Ugyanilyen tisztán láthatod a másik embert is, hogyha ugyanígy tartózkodsz ezektől a tévedésektől. Az út tehát nem nehéz. Csak ne alkoss ítéletet, ne gondolkodj abszolút fogalmakban, és ne kövesd az illúziók semmibe vesző karmáját. Az illúziókkal nem az a baj, hogy tűnékenyek, hanem az, hogy mi valóságnak hisszük őket. És amikor azt érzed, hogy nem tudsz menedéket venni, akkor tényleg hontalan vagy, akkor tényleg számkivetett vagy. És hogyha a lelked nem találja meg az utat, akkor egy idő után azt érzed, hogy bármit csinálsz, a kárhozatra jutsz. Eredetileg ezek a minőségek nincsenek. Ezeket mi gyártjuk le. Mi hisszük objektívnek, mi hisszük abszolútnak. És ezért érdemes belátnunk, teremtő és teremtett mi voltunkat egyaránt. Ekkor tudunk az úton haladni, és kisegíteni másokat és magunkat egyaránt a szenvedésből. A szenvedés nem kötelező, de a boldogságért dolgozni kell. Úgyhogy ha ebben segíthetek, akkor tisztelettel várom a kérdéseiteket. Miután nemrég elmúltam 30 éves, egyre inkább azt veszem észre, hogy a jelen pillanatot nem tudom öröm teljesen megélni, mert mindig az van mögötte, mindig az jut eszembe, hogy mindig minden el fog múlani. Teszem azt egy nagyon egyszerű példa, átölelem édesanyámat, jó kedvel, szeretettel, örömmel, és mégis ott van az a mögöttes rossz érzés, hogy bármikor elveszthetem, én is bármikor meghalhatok, és hogy ennek az életnek vége lesz. Ez így van, és együtt érzek veled, mert én is elmúltam 30 éves. Csak egy kicsit régebben, mint te. És örömmel jelentettem, hogy 2 évvel a Buddha mögött vagy. Ő 28 évesen hagyta el az otthont, és ment be a rengetegbe, hogy megtalálja önvalóját, és felébredjen. Én ezt nem javaslom, hogy itt menj be a somogyi rengetegbe, vagy a baranyaiba, és inkább a téves nézetek erdejéből kéne kijönnünk.
Azt a kényelmi zónát kéne elhagynunk, amit otthonnak nevezünk. Miért? Mert arra már rájöttél, hogy ez mulandó, feltételhez kötött és tökéletlen. Viszont amilyen mértékben jelen van a mulandóság miatti szánakozás, aggodalom és frusztráció, oly mértékben ez a jelen már el is múlt. Oly mértékben, hogy amikor te ezen gondolkodsz, pontosan annyit von le édesanyád öleléséből ez a gondolat. Mindig minden tanítást vezess vissza a forrására, vonatkoztasd önmagára. Hogyan mulasztod el a mulandóság miatti aggodalmat? Legyen mulandó a mulandóság maga. Ehhez kell visszatérni ebbe a pillanatba, ahol nincs múlt, jelen és jövő. Ez nem azt jelenti, hogy többet nem nézel az órára, és nem vagy hajlandó az időről tudomást venni. Inkább azt jelenti, hogy megtapasztalod azt, ami nem tér és nem idő, nem keletkezik és nem múlik el. Ha ez megvan, akkor tudod a mulandóságot, feltételhez kötöttséget és tökéletlenséget elfogadni. Előtte nem, előtte üvöltünk, kapálódzunk, vagdalkozunk, haragszunk, vágyakozunk, mert valamit nem találtunk meg. És hogyha rálépsz az útra, és a tudatod letisztul, akkor látod azt, hogy a karmád mulandó. Igazi önvalódra nem jellemző az, hogy jönne és menne, keletkezne és megszűnne. És ez nem ígéret. Tudod, hogy a zen nem ígér és nem félemlít. Ez egy tapasztalási lehetőség, ha megdolgozol érte. Az élet során sokféle nedvet bocsátunk ki magunkból, de hármat biztos mindenki. Vér, veríték és könnyek. Mennyit vagy hajlandó dolgozni azért, hogy tapasztald a lényeget, visszatérj az igazsághoz és működj helyesen? Akkor a verítékkel megoldod nagy részét. És aki lusta, aki trehány, aki nem hajlandó megdolgozni azért, hogy az illúzióit félretegye, az bizony könnyekkel fog fizetni. Vagy vérrel. Melyikkel? Egyéb kérdés? Nekem nagyon sokat segített az elengedés során, amikor téged hallgattalak, hogy próbáltam az alapján élni az mindennapokat, és hát legelőször ezt szerettem volna megköszönni. Én nagyon hálás vagyok érte, másrészt pedig egy teljesen hétköznapi dolgot szeretnék kérdezni. Mielőtt kérdeznél, a hálát továbbadom tanítóm és tanítóim felé. Sung Sen Zen mester, a mesterem, és remélem életeken keresztül, és az ő tanítása, életútja nélkül itt nem lenne semmi. Bennem biztos nem. Hallgatlak. És annyit szeretnék kérdezni, hogy a leburulás, tehát szabad-e magas vérnyomással végezni? A leborulás az nem pótolja a gyógykezelést, és orvosi ellenőrzés mellett kell csinálni, hogyha bármiféle krónikus panasz van, legyen az magas vérnyomás, bármiféle szív, máj, hasnyálmirigy vagy egyéb kondíció, tessék az orvossal ezt tudatni, hogy te sportolsz. Hogy sportolsz? Bemutatod. Napi 3x15 perc mozgás. Az megvan. És hogyha ez megvan, az 3x15 perc szakrális mozgás lehet. Az orvos döntse el, hogy ehhez milyen gyógyszer kell, hogy te életben maradj. Jó? Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Olvastam Buddha életét, és az utolsó rész Buddha halála. Sok ellentmondó dolog van. Azt szeretném kérdezni, hogy jelen pillanatban van-e erről pontos dolog, vagy marad a homályban? Van. Nagyon fontos dolgokat lehet erről kimondani. Az egyik, hogy Buddha körülbelül 2566 évvel ezelőtt született, 28 éves korában elhagyta a palottáját, 34 évesen megvilágosodott, elérte a végső felébredést,
És utána megforgatta a tankerekét, és 49 évig tanított. Utána hátrahagyta a testét, és belépett a nirvánába. Hátrahagyta a tant nekünk, ami 79 generáción keresztül, több ágra szakadva és több hagyományvonalban manifesztálódva elért hozzánk. A Buddha nirvánájáról nagyon sok mítosz kering, amit a Theravada, a Mahayana egyaránt elismerés tanítóként használ, mint tanító történet, az az, amikor ugye királyi méltósághoz híven egy három rétegű koporsóban helyezték fel a mágjára, viszont a kiértesítés az eléggé lassan ment, hiszen csak élőszóban és gyalog lehetett ezt megtenni, és a tanítványok egy része távol volt épp a ligettől, amikor Kusinagarban a Buddha hátrahagyta a testét, és vártak Mahakásyapára, aki az első pátriárka volt. Mahakásyapa meglátta a koporsót a mágján, körbejárta háromszor, és a botjával megütötte háromszor. És a harmadik ütésre Buddha két lába így megjelent a koporsó falán keresztül. Így bokától szépen talpig. És így mindenki megdöbbent, hogy igen, a Buddha teste az meghalhat, de a lelke az nem. Innentől kezdve minden a forgatókönyv szerint zajlott, meggyújtották a mágiát, elénekelték a szertartásos énekeket, a hamvakat összeszedték, és ilyen drágaköveket, szarirát találták benne, amit stúpákban helyeztek el. És innentől kezdve a Buddha fizikai léte, élete és halála jelentéktelenné vált. Amíg élt, addig fontos volt. Amíg élsz, addig fontos vagy. A halálod után az emléked, az él. Az a nyom, amit másokban hagytál. És a Buddha óriási nyomot hagyott a világon. Felfedte a dharmát, a tant, amit rajta kívül nagyon kevesen tettek meg. Nagyon kevesen azzal az univerzális igénnyel és tapasztalással, amivel Shakyamuni Buddha, azaz Gautama Siddhartha rendelkezett. Úgyhogy abban a pillanatban, hogy ő levált a testéről, és már nem tért bele vissza, a személyes léte megszűnt, de a tanítását azt 84 ezer kötetnyi kánonban, több nyelven hátrahagyta. Ezekből a szövegekből építkezik a szútrák mestersége. A zen pedig azt jelenti, hogy meghaladjuk az írásokat, és visszatérünk oda, abba a tudatba, ahonnan ezek az írások keletkeztek. Nagyon sok szútra iskola működik manapság is a világon, legyen minél több. A szútra szerzetesek tanulmányozzák az írásokat élethosszíglan, elképesztően okosak, a memóriájuk hibátlan, és több évtizednyi tudást egy pillanat alatt tudnak idézni. A zen nem ilyen. A zen négy alapelve közül az első az, hogy nem támaszkodás az írásokra. Miért? Ha nem haladod meg az írásokat, sohasem lépsz be abba a tudatba, amely megírta őket. A második alapelv az, hogy minden rendszert, minden szimbólumot, minden köztes terméket kiszedsz magad és a tudatod közül, és ez közvetlenül az ember tudatára való irányulás. A zenben és különösen a koreai hagyományban ez a mi ez kérdés belül, mi az, ami lát a szememmel, hall a fülemmel, érez a szívemmel, gondolkodik az elmémmel, mi ez? Mi ez, ami kimondja, hogy én? Mi ez, ami legyártja az önképet, a más képet, a világképet? Mi ez? A harmadik pedig az, hogy a megvilágosodás egyenlő igazi önvalónk teljes tapasztalásával. Ahogy nyugaton rengeteg Isten érv és Isten elv hangzik el,
Keleten az évezredek során a megvilágosodásról is több könyvtárnyit írtak, és a zen leegyszerűsíti az egészet. Semmiféle képesség, manifestáció, jelenség nem köthető a megvilágosodáshoz. Egyedül igazi önvalód tapasztalása, amely nem keletkezik, nem szűnik, nem él, nem hal, nem tér, nem idő. Mégiscsak itt és most tapasztalhatod. A negyedik pedig a tudattól tudatig való közvetlen átadás, ami azt jelenti, hogy lehetsz te bármilyen jó buddhista, viselhetsz bármilyen szép ruhát, hogyha a mestered és közted nem volt meg egy mély tudati kapcsolat, akkor ez a dharma átadás csak formai szinten létezik, tartalmilag nincs meg. És a zen négy alapelve az 1000 évvel Buddha után lett kínai karakterekkel belefaragva sziklába, és ezt azért mondom most, mert a Buddha halál, akkor azt hihették egy páran, hogy hát ez még egy-két emberöltő, és utána átadja a helyét valami erősebb és vonzóbb hagyománynak. Nem így történt. Bodhidharma, szintén indiai herceg, 1000 évvel Buddha után Kínába vitte a tant, és akkor ez a négy alapelv kodifikálva lett. Egy hatalmas érési folyamat, egy nagyon komoly szinergia következtében a buddhizmus, a taoizmussal és a konfucianizmussal egyesült, és ebből lett a zen, vagy son, vagy chan. Úgyhogy a Buddha halála, vagy nirvánája, az csak útjára indította a tant, és 1000 évvel utána még erősebb lett. Sun Quan-Zen mestert nagyon sokan a modern bodhidharmának mondják, mert 1972-től 2000-ig tanított, és ennek 90%-át nyugaton. A többit Ázsia azon országaiban, ahol hívták, és Koreában nagyon keveset. Hogyha te is gyakorolsz, hogyha te is felfedezed az utat, ha felfedezed önmagad, akkor ez a hagyomány tovább él, és a gyermekeid is tudják használni. Abban a pillanatban, hogy a meditáció útjára léptél, már tudod, hogy nem pusztán magadért teszed. Részei vagyunk az egésznek. Ha gyakorlunk, nem csak mi részesedünk az eredményből. És ha nem gyakorlunk, nem csak minket sújt a saját karmánk, hanem másokat is. Úgyhogy a Buddha tudata nem halt meg, de a lélek kilépett a testéből, és 2500 valamennyi évvel ezelőtt elköszönt. Mi itt vagyunk. Egyéb kérdés? Mit gondolsz, mi a különbség a között, a narcizmus között, amit mindannyiunknak meg kell haladnunk, és a között, amit most klinikai narcizmusnak hívnak? Fel lehet-e ismerni azt, hogyha valakiben ez munkál? És hogyha igen, akkor mi kell ahhoz, hogy valaki ezt felismerse? Az első, amit említesz, az mindig az embernek a saját túlélő ösztönéből fakad. Tehát, hogy alapszinten magát fontosabbnak tartja, mint a másik embert. Ezt nem most gondold el magad, hogy hát én nem is, dehogy. Egy kis éhezés, egy kis szomjúság, egy kis szélsőséges helyzet kell, na akkor legyél együttérző, amikor el kell dönteni, hogy azt a maradék egy szelet kenyeret 10 ember hogy osztja el. Akkor képes vagy a másikra úgy gondolni, hogy fontosabb, mint te magad? Tehát van egy olyan beépített, túlélő, elsajátító, teremtő ösztön, ami magadat, hogyha nem vagy kiképezve valami másképp, teljesen a többi ember fölé emeli. Ez a beépített énség. Ezt lehet mostan divatos szóval alapszintű narcizmusnak nevezni. De amikor ez odáig megy, hogy a másik ember érzéseit egyáltalán nem veszed tudomásul, a másik ember gondolkodását egyaránt nem hallod meg azzal, amit a másik akar. Ha ő nem létezik, vagy csak egy tárgyként, gépként létezik, és te pedig mindenek fölött állsz, és egy abszolút értékű, legfantasztikusabb, legokosabb, legtökéletesebb, leghibátlanabb valaki vagy, aki csak azért van, hogy az egész világ kiszolgálja őt, na ez már egy kicsikét több, ez egy megalomán történet. A 20. század bővelkedett ezekben.
Le is romboltak egy-két civilizációt per kultúrát, a baj az, hogy nem haltak ki. Ha körülnézel, még mindig van belőlük. Úgyhogy mennyire önző az ember, mennyire önközpontú az ember. És aztán vannak jótét lelkek, akik könyvet is írnak a jelenségről, és klinikailag is szeretnék osztályozni. Ezt a jelzőt azoknak kell elvállalni, akik kitalálták. Szerintem már sokkal hamarabb betegebb az ember az átlagnál sem, hogy klinikára jutna. Egyéb kérdés? Itt van a vizsgai időszak egyetemistáknak. És a szobatársaimmal, per bajtársaimmal nagyon nagy stresszt élünk át ilyenkor. És a kérdésem az lenne, hogy a stressznek a kezelése, vagy valami olyasmi, amit olyanoknak is el tudok vinni, akik mondjuk nem ilyesfajta berkekben mozognak. Egyelőre le kell vizsgázni. Te ne menjél berkekbe, ne vidd el másokhoz. Nézd meg a stressznek azt az energetikáját, hogy valójában mit csinál belőled. Hát előre hajt, energiát ad. Azért, hogy még mindig nem tudom, még mindig nem tanultam meg. Ha most vizsgáznék, hülye lennék, elbuknék, helyből úvé, stb. Tehát a stressz az jó kis hajtóerő. Ne állj neki ellent. Viszont sokszor azt érzem a barátaimon és magamon is, hogy ez már egy olyan mértéket elér, ami már nem egészséges. Az a kérdés, hogy ti mennyit foglalkoztok egymással, és mennyit a tananyaggal. Ez egy nagyon komoly együttható. Tehát, hogyha erős a barátság, akkor tudjunk együtt tanulni is, ami azt jelenti, hogy csönd van. Nem pofázunk, nem hallgatunk zenét, nem foglalkozunk egymással, nem szóljuk szét a figyelmünket. De hogyha nincs egy közös rend, nincs egy konszenzus, akkor közös eredménytelenség lesz a vége. És akkor az, hogy hú, hát a barátom, de mégis lehúz, meg én is lehúzom őt. És hülyeségekkel foglalkozunk, ahelyett, hogy tanulnánk. Viszont egy magas szintű barátság elképesztően meg tudja gyorsítani a tanulási folyamatot, nagyon hatékonnyá tudja tenni, és akkor félre kell tenni azt, hogy most mi mit szeretnénk csinálni, és azt kell előtérbe tenni, amit közösen tennünk kell. És akkor feláll egy életrend. Mert az érték az, hogy átmegyünk a vizsgán, és egymást segítjük ez ügyben. Ez az értékrend. És a hitrendszer mögött az, hogy mi ezt meg tudjuk csinálni. Képesek vagyunk rá. És ez akkor beáll az életrend, és az életrend az, hogy tólig csak ez van. Utána ebédszünet, ettől eddig. Miért? Mert az idő a legnagyobb úr. Aki az időt nem tiszteli, az az embert sem tiszteli. És elfeledkezik a világról, hogy mennyire mulandóak vagyunk. Úgyhogy szerencsére a vizsgai időszak az emlékeztet minket arra, hogy na mostanra tudni kell. És mostanában már mindent tudhatsz arról, hogy hogy kell tanulni. Elképesztő tanulás technikák vannak, és nem ezek a csodatévő módszerek, hanem a világos, rendszeres, egymással is dolgozó tanulási módszerek, mindent el lehet érni racionálisan és az elmével, amit akarsz. Megfelelő útválasztás, megfelelő erőkifejtés, megfelelő hibajavítás, és eléred. Mostanában már nincs titok ez ügyben. Ha úgy érzed, hogy van, akkor még nem kerestél eleget. Jó? Segítsétek egymást, és akkor mindenki levizsgázik. Köszönöm. Egyéb kérdés? Nekem a helyes meditációval lenne kapcsolatban kérdésem. Lassan gyakorlom, igyekszem. És az a kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy hát így a külső zajokat másképp még egyelőre nem megy, ilyen hangtállal, hangtálzenét rakok be, és akkor ezzel próbálom így hesegetni. Jönnek a hétköznapi gondolatok, azokat is le tudom zárni, jön a következő, lezárom. Viszont ha azt szeretném, hogy esetleg a múltból jövő démon gondolataim megoldásra kerüljenek, azt hogy tudnám így meditáció közben feldolgozni? Te szeretnéd feldolgozni ezeket a gondolatokat? Szeretném, igen, csak félek tőlük, hogy hogyan jönnek majd. És hogy ezt tudom-e majd idővel
Vannak a gondolatok, a félelem, meg te. Így van? Igen. Igen. Ez egy nagyon rossz párosítás. Tudom. Tehát ne akard a gondolatokat feldolgozni, akkor nincs félelem, és legyél szíves ide a tantiembe visszatenni minden energiát azért, hogy innen a homlokcsakrádból azt a kritikus tömeget azt kivond. Tehát a legnagyobb hadvezéreket nem egy másik hadvezér verte meg, hanem az utánpótlás hiánya, a távolság, az időjárás. Oké? Tehát legyél szíves te az energiát kivonni ezekből a gondolatokból, mert így, ahogy azok készen vannak, és a tudattalanodból bármikor előugorhatnak, joggal félsz tőlük. Emögött rengeteg minden van. Félelem, bűntudat, hárítás, egyebek. Én megkérlek téged, ne akard ezeket feldolgozni. Ugyanis mérgező húsból mérgező étel lesz. Ki kell dobni a komposztra az egészet. Elsősorban azt kell látni, hogy ezt te teremtetted, de már nem vagy velük azonos. Egy múltbéli énet teremtette, aminek a következménye a mostani. Ha elkezded feldolgozni ezeket a gondolatokat, úgy visszazuhansz abba a régi énségbe, ahogy kell. És bele is kötsz. Tehát a regresszió itt nem megoldás. A múlt gondolatainak a beemelése a pillanatba megmérgezi a pillanatot. Pontosan annyi fog megjelenni belőle spontán, amennyi kell. Amennyit láthatsz és elengedhetsz. A Dharma beszéd elején azt mondtam, hogy nincs semmilyen titok, amit fel kéne fedni, nincs benned semmi, ami jó vagy rossz lenne, és a lényeg már megvan. Csak le kell róla szedni a felesleget. Ugyanez. A te boldogságod, a te egészséged, a te jelenléted már megvan alapjaiban. Csak ami rárakódott, azt kell szépen leszedni róla. Nincs szükséged a múltnak ezen gondolataira, csak arra, hogy most ne termeld újra őket. Hogy most ne hozzál létre szenvedésteli karmát. A fogadalmi ceremóniánkban, ahol az 5 hagyományos fogadalmat fölvesszük, van a megbánás szertartása. És a megbánás szertartásában nagyon komoly tanítás hangzik el, mantrát éneklünk, leborulunk, tehát énekben és tettben is kifejezzük, nem csak gondolatban azt, hogy karmánknak nincs öntermészete, hanem a tudatunk teremti. Amikor duális tudatunk és karmánk egyaránt ellobban, ezt nevezzük az igazi megbánásnak. Tehát te ne foltozgassad az én élményedet. Ne dolgozd föl azt, ami végtelen, mert energiát adsz neki, és rádugrik, és megfojt. Hanem vedd ki belőle az énséget, vedd ki belőle az azonosulást, vedd ki belőle az energiát, lásd azt, hogy ezt te teremtetted, de már nem teremted. És úgy hagyod, ahogy van. És visszatérsz ebbe a jelenbe úgy, hogy nem zuhansz vissza a múltba. Ugye, hogy nem tipikus? Nem ezt szoktad hallani? Hol van a két szélsőség? Az elfojtásban és a kiélésben. Nem folytjuk el ezeket a gondolatokat, és nem is éljük ki őket. Nem nyúlunk hozzájuk, és nem is válunk az áldozataivá. És innentől kezdve a látás általi megszabadulás a pillanat élménye. Ne hagyd, hogy a múlt árnyai besötétítsenek. Ne hagyd, hogy a múlt identitása visszahúzzon. Ebben a pillanatban most mit csinálsz? Mit beszélsz? Mit gondolsz? Mit érzel? Ez a fontos. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Most szombaton lesz egy szeminárium, amire a kis társammal járunk, és különböző karmikus feladatokat próbálunk megoldani. És van ott egy hölgy, nem szeretnék személyeskedni, akivel már az elejétől fogva nem szimpatizálunk egymással. És mind a ketten szülői minőség előtt állunk. És úgy érzem, hogy ha ezt nem oldom meg, közte és köztem, akkor majd az én gyermekemmel lesz valamiféle probléma,
mármint az ő és az én kapcsolatomban. És azt szeretném kérdezni, hogy hogyan viselkedjek ezzel az illetővel, hogyan álljak hozzá, amikor ő olyan energiát rak bele a térbe, amit mindenki érez. Hát először is csodálom azt a tisztánlátást, amivel egy ellenséges viszonyt kezelsz, de ezek után teendőid vannak. És az az egyetlen egy teendő az, amit a kínai Wu Wei-jel illet, a koreai pedig Mu Wei kifejezéssel illet. Ezt úgy hívják, hogy nem cselekvés, nem mozdulás, nem reagálás. Ez azért fontos, mert különben nem válhatna a tanítóddá. Az ellenséged maradna. Vannak nagyon régi, archetipikus, beépített antipátiáink. Olyasféle ellenséges viszonyaink, amelyek így megjelennek, és azon nyomban minden idegszálladdal el akarod törölni a föld színéről, mert épp akkor ő jelenti a legnagyobb fenyegetést rád. És ez a legnagyobb fenyegetés az, hogy te akaratod ellenére megváltozol. Olyat teszel, amit nem akarsz, olyat mondasz, amit nem akarsz, olyat gondolsz, amit ő akar, hogy te gondolj, és olyat érzel, amit a hátad közepére nem kívánnál. Tehát egy rád erőszakolt énség lenne az eredmény, és amikor azt érzed, hogy a másik erősebb nálad, akkor félsz. És a félelemből gerjed a harag, és abból lesz az agresszió. Ehelyett, hogyha nem mozdulsz, ha nem cselekszel, ha nem reagálsz, ha nem figyelsz, akkor rájössz, hogy ellenséged nincs, csak megtanulatlan leckéd. Egy olyan karmikus feladat, ami pontosan azért jelentkezett, mert elmentél egy ilyen szemináriumra. És megjelent az a karmikus feladat, amit te nem vállalni akartál, hanem megjelent, és meg kell oldanod. És ilyenkor az a kérdés, hogy mit tanít ő nekem? És általában az ellenségeink azt tanítják, hogy hogyan ne beszéljek, hogyan ne cselekedjek, hogyan ne gondolkodjam, hogyan ne érezzek. És ezt nagyon jól meg kell tanulni. És abból veszed észre, hogy ezt megtanultad, hogy az illetővel a viszony megváltozik, és egyáltalán nem lesz barátság belőle, hanem eltűnik, távolodik. Te megszünteted a saját polaritásodat felé, és gyengül a vonzás. Ha növeled a saját polaritásodat, hogyha dúlsz-fúlsz, ha haragszol, ha nekem van igazam, és ő a rossz, abban a pillanatban egyre közelebb jön. Egyre inkább az arcodban van, egyre többet provokál. És hogyha te magadban visszatérsz a dualitás elé, a mozdulat elé, a megnyilvánulás elé, és figyeled, és belül elsajátítod azt, amit ő tanít, akkor szabadulsz meg tőle. Ha már beszélgettetek erről, hogy jaj, hát mi mik lehettünk előző életeinkben, az már nem is annyira ellenséges, de azért vigyázzunk. A másik, hogy nagyon jól látod a transzgenerációs karma veszélyét, de ha te felállítod ezt az egyenletrendszert, hogy ha ezt nem oldom meg, akkor tovább adom a gyereknek, akkor ez recept a katasztrófához. Fel kell állítani azt a paradoxont, hogy ha ezt nem oldom meg, akkor sem adom tovább a gyereknek. Tehát ezt az elme dönti el, az elmének óriási szerepe van itt. Csak azt nem látja be az elme, hogy nem az ész van a trónon, hanem valami van a trónon, amit az ész szolgálhat. Hogyha kellő alázattal, tisztelettel és szerénységgel bír. Általában ezt a három minőséget nem szoktuk szeretni, mert úgy érzed, hogy te gyengülsz ezáltal. Na hát az igazi kérdés az, hogy ezen három minőség eléréséért te mennyit fogsz szenvedni? Amíg belátod, hogy nem az elméd a legfényesebb csillag az univerzumban, és nem a racionalitásod és az énséged az uralkodó. Tehát, hogyha megtanulunk szolgálni valamit, ami több, mint önmagunk, de mégsem egy személy, ami nem gondolat, de minden gondolat oda vezet, ami nem pusztán egy érzelem, hanem a legelső megnyilvánulása egy együttérző tudat, akkor az elme elkezd megnyugodni, hogy neki megvan a helye, de nem a totem oszlop csúcsán. Úgyhogy
tartsd közel ellenségedet, hogy tanulhass tőle. És ha már megtanultad azt, amit kellett, akkor megszűnik az ellenségednek lenni. Köszönöm. Szívesen. Ugye kollégistaként két barátommal lakok együtt. És azt látom, hogy amikor egymással velem vagy másokkal beszélnek, akkor igazából azok a traumák, amiket gyerekkoruktól kezdve a hátizsákjukban cipelnek, az válaszol helyettük. Vagyis nem helyettük, de hogy folyamatosan azokat a dolgokat próbálják elkerülni, amik egyszer akkora sebet hagytak bennük. Te pszichológus leszel? Csak érdekel a téma. És miből fogsz vizsgázni? Hát művészet, festészet, anatómia. Egyenes lesz az út a lélek tanulmányozása felé. Azt sem lepett volna meg, ha azt mondod, hogy éppen betonvas szerkezetek szilárdságtanából, mert mostanában már az is elvezet a lélek struktúrájához. Nem beszélve a vízépítő mérnökségről, vagy pedig az agrárium különböző tanulmányozásáról. Tehát, mi a kérdés? Hogy tudok nekik segíteni, hogyha nem kérnek segítséget? Úgyhogy türelmes és együttérző tudattal egyrészt te teszed a saját dolgodat, rossz szóval példát mutatsz, miért? Te ne akarjál példát mutatni, majd észrevesznek. Tehát itt a demonstratíve csendben vagy és tanulsz, nem? Tedd a dolgod. És akkor majd, ha ők egy picit hátrébb szorulnak, mert többet beszélnek, szétszórtabbak, nem figyelnek annyira, nem tanulnak olyan jól, akkor majd segítséget kérnek, hogy hogy csinálod, barátom? És akkor nem az észt osztjuk, hanem az addig megfigyelt anyagból dolgozunk, mert az emberek szolgáltatják a saját karmájukat. Nem kell külön a szomszédba menni érte, vagy a karmaboltba, és venni még. Hozzák. És akkor azt mondani, hogy Józsi, na most ezt és ezt és ezt lőd ki, és nem kéne. Nem kéne ennyit beszélni, nem kéne más csinálni, nem kéne feleslegesen gondolkodni, tenni kéne a dolgunkat, és akkor rendben van. Ha beszélünk, beszélünk a tanulmányokra. Miért? Mert vizsgázunk. Utána? Buli. Hegyek. Úgyhogy mi a fontos? A boldogult apám nagyon kevésből fel tudott nevelni, nagyon okos volt, nagyon jó ember volt, nagyon szenvedélyes volt, rendkívül erős akaratta, és azért ezek az egymondatosok apai és zenmesteri részről is ültek, csak hát mást mondtak, viszont ugyanoda mutatott mind a kettő. Tudd, hogy mi a legfontosabb. Ez volt az öregnek mindig a mondata. Nem az, hogy csináld, ne csináld. Mi a fontos? Tudod? Tehát ezzel a kérdéssel már önállósított elég hamar. Másik, amit csinálsz, csináld a legjobban. Ezt is nagyon szerettem benne. Ő is ezt csinálta. Oké? Okay. Amit elkezdtél, fejezd be. Ez önmagáért beszél. Annyit kapkodunk, úgy szétszóródunk, mindent elkezdünk, mit fejezünk be? És a negyedik, hogy tudd, hogy hol az elég. Ha te elkezdtél valamit, és nem befejezhető, akkor tudd elvágni, de ennyi volt. Én itt most abba hagyom, mert befejezni nem tudom. Vagy ha befejezem, rosszabb lesz. Elkezdesz egy rossz filmet, 2 órás, 5 percen belül tudod, hogy az nem. Valaki azt mondta, hogy be kell fejezni. Nem, ezt a filmet ezt abba kell hagyni, és kihajítani az 1 óra 55 percet. Úgyhogy az élet alapelvei egyébként rendkívül egyszerűek, csak követni kéne őket. Úgyhogy ebben tudtok egymásnak segíteni, és hogyha fiatalok között ennyi erő összekapcsolódik, akkor az vagy föl, vagy le, de középen nem marad. Ahhoz még idősebbnek kell lenni. Egyéb kérdés? A zen szerint hányféle karma van, és egyáltalán az, hogy szunnyadó, aktív és rejtett karma ilyen van-e? Van. Mert és annyiféle karma van, ahányat csinálunk? Értem. Erről hallhatnánk valamit, a szunnyadó és az aktív, illetőleg a rejtett karmáról? Természetesen. Amikor mi elalszunk,
akkor a karmánk is szunnyad. Amikor nem vagyunk hajlandóak meglátni a karmánkat, akkor az rejtetté válik. Amikor duális reakciónkkal a tudatküszöb alá gyömöszöljük karmánkat, akkor elfojtjuk, és mint a hosszú távú bankbetét, kamatos kamatokkal támad vissza újra a legrosszabb pillanatban. Hogyha nézitek a tudat nyolcrétű tagolását, akkor a zenben a test és lélek kontinuumát 8 szintre osztjuk. Az első az 5 fizikai érzékszerv, látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés. A 6. a fogalomalkotás, ahol ennek a látványából és érzetéből bot lesz. Ő nem mondja, hogy bot. Mi mondjuk azt, hogy bot. A 7. a fogalmat elkezdi kategorizálni, osztályozni, ekkor elnyeri a duális minőségét, hogy ez a bot szép vagy csúnya, rövid vagy hosszú, koreai vagy magyar, enyém vagy a tied. Ez a minőségteremtés vagy dualizálás. És a 8. az az emlék, a tárháztudat. Na most a jó hír az, hogy minden karma mulandó, egy másik karmától függő, és eredeti tulajdonságok nélküli, azaz tökéletlen vagy befejezetlen. Amit te az érzékszerveken keresztül beemelsz, a 6. fogalmazol, a 7. minősíted, azt a 8. a tárháztudatban emlékként eltárolod. Miért? Mert megkötötted. Az ilyen kötések közül a legnyilvánvalóbb az az önképed. Tehát a 7. kimondja, hogy ez én vagyok, az nem én. A fogalom, ugye, az énség, az a 6. keletkezett, és már gyerekkorunktól fogva tanuljuk. Tanuljuk, hogy kik vagyunk. Csak utána ez annyira objektívnek tűnik, hogy a teremtettségét elfelejtjük. És minden karma, ami a tárháztudatban duális tartalommal bír, az az énünk részét alkotja. A meditációban tehát pont az történik, hogy a fogalomalkotó, dualizáló per minőségteremtő és emlékező tudat akaratlagos tevékenységét fölfüggesztjük. Tehát akármilyen hagyományt nézel, a meditáció mélyszerkezete módszertől függetlenül mindig ugyanerre megy vissza, szüntessen meg a fogalmazást, az én csinálást, a jó és rossz kategóriák létrehozását, szüntessen meg a múlt, jelen és jövő kontinuumának az élményét a tárháztudatból, mert egyébként a jövő is ott van, a tárházban, akkor, hogyha nem azt hiszed, hogy az akkora, mint az agyvelőd. Ez csak a médium, amin keresztül jön. Ez az egész a tárháztudatod, csak ugye leszűkíted az én élményedet erre, és ezért ezt hiszed, hogy ez vagyok én. Aztán kiderül, hogy mégsem. Ez a hordozód, ez a lelkednek a járműve. Enélkül nem vagy életben. De ez csak a jármű, nem a sofőr. Tehát a meditáció során akármilyen emlék merül fel, annak a polarizáltságát, énesítettségét, ezt kell megszüntetni, és ezt a látás által a nem mozduló, nem fogalmazó, nem nevetés formát alkotó, tehát nem teremtő tudattal lehet elérni. Ezt hívják a látás általi megszabadulásnak. Egyszerű, világos, és csak tenni kell azt, hogy nem cselekszel, hogy nem hozol létre semmit, hogy csak látsz, és ez a Buddha természet. Úgyhogy nagyon sokféle karma van, de mindegyiknek egy a gyökere. Mindegyik ugyanúgy keletkezik, ugyanúgy marad fönt, és ugyanúgy megy a füstbe. Tehát figyeld meg, hogy az elméd mit csinál. És ne hagyd, hogy állandóan műsorozzon, akciózzon, fogalmazzon. Tér vissza a gondolkodás elé. Azt már tudod, hogy gondolatot gondolattal nem lehet megszüntetni, csak elfojtani vagy kiélni. Attól függ, hogy pozitív vagy negatív előjelet raksz elé. És akkor még erősebb lesz a karma, akár szunnyadó, akár felébredő karmaként.
Úgyhogy dolgunk van. Nem bűntudat kell ide, hanem felelősségérzet. A hibát, a karmádnak a súlyát kétféleképpen háríthatod el. Az egyik, hogy eltakarod vele a szemedet, ragaszkodsz hozzá, és azt mondod, hogy ez én vagyok, ezen képtelen vagyok változtatni. A másik, hogy elküldöd a látóhatár mögé, és azért nem látod. Akkor az nincs is. Ez az univerzális strucc politika. És hogyha nem takarod le vele a szemedet, tehát nem alakítod ki azt, hogy én, a bűnös lélek nem tudok megváltozni, és mindig ugyanabban a mocsárban kell meghemperegnem, és ugyanabban a mocsárban kell másokat is lehúznom, ha ez nincs, és nem küldöd el a látóhatár mögé, hogy én a teljesen tökéletes és tiszta lélek, akkor legalább elkezdesz tisztán látni. És a tisztán látásból következik az, hogy igen, ennek a karmának a teremtettségét beláttam, tehát a teremtőjét is beláttam. Egy karma nagyon komplex is lehet, több emberes, lehet egyéni, páros, családi és csoportos karma, és az igazi feladat, hogy a te részedet lásd meg, és itt annyit bukunk, te annyi tévedés van. Azt hiszem, hogy én azt csináltam, mint a másik. A másik azt hiszi, hogy azt csinálta, mint én. Nem. A te kezeddel te dolgozol, az ő kezével ő dolgozik. A te elméddel te gondolkodsz, az ő elméjével ő gondolkodik. Az ő szájával ő szól, a te száddal te szólsz. Ugye milyen egyszerű? Mennyiszer nem vesszük észre. És ezért vagy nem vállaljuk el a saját karmánkat, vagy átóhajtjuk vállalni a másikét. És egyik sem helyes, egyik sem valósághű. Úgyhogy itt a munka, de sokkal egyszerűbb, mint gondolnád, mert ez egy nem gondolkodó tudat. Tessék tehát a dualitás elé visszatérni, a fogalomalkotás elé visszatérni, az emlékek hívságos rabsága elé visszatérni, és akkor sikerül szabadulni és szabadítani minket a folyamatos szenvedéstől és szenvedtetéstől. Egyéb kérdés? Az egyik lányom kétszer is meggyógyult a rákból, és sokszor felmerül bennem az a gondolat, hogy ezzel én teremthettem magamnak karmát. Mi volt a részed benne? Először, mint felelősségvállaló anya, mert 15 éves volt, másodszor 23 éves volt, akkor már önmagáért kellett felelősséget vállalnia. Mindenképpen teremtettél karmát vele, de ez nem speciális, nem különleges, hanem pont az, amit te tettél, mondtál, éreztél és gondoltál azért, hogy ő fölgyógyuljon, semmi több. De ennek most egy olyan visszahatását élem, hogy egy éve nem beszél velem a lányom. Nincs köze a rákhoz. Hozzád van köze. Tehát tessék ezt a két folyamatot, amit mondtál, a két felgyógyulást leválasztani a mostani viszonyról. Akármennyire is paradoxnak tűnik. Tehát, hogy most ebben a pillanatban mi van a lányom lelkében, amitől nem beszél velem? És ne menj vissza a múltba. Ebben a pillanatban mi van benne? Ezért kell jól gyakorolni, nem pusztán 19 évig, hanem jóval tovább, te pontosan meglásd, hogy ő benne mi van. Miért? Mert nem azt mondjuk, ami bennünk van. Azt mondjuk, amit el akarunk hitetni a másikkal. Szereplünk, és nem magunkat adjuk. Családban eszméletlen tragédiák vannak ebből. Tehát tessék meglátni anyai elvárásoktól függetlenül. Ne mondd, hogy nincsenek, minden anyában vannak. Igen. Minden anyában, mert te szülted meg. Vérrel verítékkel a tiéd. És hogyha még nem engedted el, akkor rángatja a köldök zsinort néha 30x évesen. Tehát nézd meg, hogy milyen viszony fűz a lányodhoz ebben a pillanatban. Milyen gondolatai, érzelmei, beszéde és cselekedete van neki, és te erre hogyan válaszolsz. És csak is ebben a pillanatban lesz a megoldás. A múltat nem lehet hivatkozási alapul hozni úgy, hogy te megoldást vársz a problémára. Ahogy azt az előbb mondtam, még jobban belemegyünk. Ne menj bele, felesleges. Jó.
Jó. Még egy kérdésem lenne. A másik lányommal kapcsolatban a másságról lenne szó, és miután velem szemben felvállalta, úgy érzem, hogy egy csapdába estem, mert velem szemben őszinte volt, viszont a világgal szemben nem. És sokszor kerülök helyzetbe, amikor kérdeznek felőle, és nagyon nehéz válaszolnom. Az újdonság neked, hogy az anyák a legnagyobb titokhordozók? Örülj, hogy veled őszinte volt, mert akkor tényleg szeret. És ilyenkor, amikor kérdeznek róla, nyugodtan küld a kérdezőt a lányodhoz. Kérdezzék meg őt. Nem lehetséges, mert nem Magyarországon él. Az a legjobb, mert akkor nagyon hosszú az út. Még kétszer is meggondolja, amíg odaér. Küldjed csak hozzá, nem vagy a lányod szócsöve, képviselője, igen. És igen. Így nem vagy az áldozata sem. Mert ha igen, akkor elkövető leszel. Oké? Okay? Igen, ez tehát is nagy... te igen. Szereted, hordozod ezt a titkot, és onnantól kezdve az ő dolga, hogy kinek mit mond erről. Ezt tiszteletben kell tartani. Igen, teljesen tisztában vagyok vele. Elnézést, van egy fiam is. Beszéltünk az egész családról, látod, rövid vagyok. Nem könnyű, megmondom őszintén. A fiammal kapcsolatban pedig az a problémám, hogy krónbetegséget állapítottak meg nála. És zsákutcába futok mindig. Nem tudok neki segíteni. Azok után, hogy a tapasztalatom az első lányommal kapcsolatban pozitív. Aki nem hagyja, hogy segíts, annak nem segítesz. Mástól fogja a gyógyulás útját elsajátítani. Jó. Ezt egy anyának ki kell bírni. Tehát nézd meg, hogy a fogantatástól egészen a szülésig az első 3 év, tehát mindent tőled kap. Mindent. Tehát apuka persze mentálisan ott jelen kéne, hogy legyen, meg hazahozza a fizetést, meg néha megfürdeti, egyebek. De az anyának joggal van egy olyan érzése, amely egyébként nincs így, de jogos az az érzés, hogy mindent tőlem kap. Na most, ez később nagyon nagy hátrány. Mert akkor mindent akarsz neki adni, még akkor is, amikor már nem a te dolgod. Gyakorló anyukáktól azért hadd kérjem, hogy az apákról ne feledkezzünk meg. Hát az apuka ilyen kis sejtcsoportnyi közbenjárása nélkül az a gyerek nem született volna meg. Tudjuk, hogy eltett az a 3 trimester, tudjuk, de apuci nélkül nem ment volna, tehát nem mindent kap tőled. Valójában 50-50%-ban részesedik anya és apa gyerek karmájában. Még akkor is, ha a látszat néha csal, de hát ezzel itt mindenki megbarátkozott, hogy a látszat az csal, folyamatosan. Na most itt, mivel a fiadról van szó, apuka személye és jelenléte fontos, nélkülözhetetlen, és most ennek a részleteit biztos, hogy nem fogom meghallgatni, mert ez már egy másik beszélgetés tárgya. De a fiaddal alapvetően az apjának van dolga. És az anya egy egész más szerepet tölt be, mint a lányaid esetében. Ezt látod, ugye? Tehát az apjával rendezze ezt le, és akkor esetleg van esélyed erre. Jó? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Másik kérdés? Milyen akadály vagy gát lehet bennem, milyen feladatom van magammal abban az esetben, hogyha nagyon sok időt és energiát fektetek a tanulásba, de igazából az egyetem 3 éve alatt egy vizsgán sem buktam meg soha, de most az államvizsgán már 2-szer is. És nem tudom, hogyha eddig jó jegyeim voltak, meg jól sikerült teljesítenem, akkor, és most is sok időt és energiát fektetek a tanulásba, akkor most miért nem sikerül? Ezek az érzelmeid. Semmi más. Valaki vagy valami visszahúz. Tehát nem engedi azt, hogy te azzá válj, amit a tanulmányaiddal megalapoztál. Ezt úgy veszed észre, hogy elkezdesz kételkedni. Kételkedni magadban, hogy ezt egyáltalán érdemes volt-e, jól csináltad-e, vagy ha ez nincs, akkor egy alacsonyabb szintű probléma, nincs időd.
mert elvonja a figyelmedet. Tehát be kell fejezni, amit elkezdtél. És azt az akadályt, amit tapasztalsz belül és kívül, emberben, állatban és anyagban, azt tudd a magad oldalára állítani. Mert ha akadályozni tud valami vagy valaki, akkor segíteni is tud. Csak előjelet kell váltani. És hogyan tudom felismerni? Látod azt a negatívumot, ami miatt nem tetted le azt a vizsgát, illetve megbuktál? Hát talán azt, hogy nem hiszek magamba eléggé. Pontosan. Ebben az önmagadban nem hiszel. És ez rendben van. Váltsál, légy szíves, előjelet, és egy csomó tulajdonságodat írd az ellenkezőjére. És látod azt, hogy abban az önmagadban majd tudsz hinni. Akkor levizsgázol. Köszönöm szépen. Ó, hát nem végeztünk. Egyáltalán nem. Nagyon komoly az a sorrend, amivel te belátod, hogy mit kell magadban tenned, és utána, hogy a külvilágtól mennyi segítséget várhatsz el. Tehát az első, hogy nem ijedünk meg a saját önképünktől, és nem jövünk zavarba akkor, amikor a saját tulajdonságainkat látjuk. Nagyon fontos. Tehát felismerni, hogy bizony, én most ez vagyok. Ez az énség nem rendelkezik fix, abszolút tartalommal, ez a Buddhának egy nagyon nagy tanítása volt, van és lesz. A mi történelmi korunkban ő láttatta azt, hogy a személyiségünk eredetileg egy nem létező valami, ezt mi építjük életeken keresztül. Tehát a léleknek a tartalma az nem fix, de valamilyen mindig van. Tehát valamilyen gondolatunk, érzelmünk, emlékünk, egyebünk mindig van. De eredetileg ezek nem léteznek, ezek teremtett dolgok, és ezeknek az összeállása adja az élet élményét. A karmád összeállása, sűrűsödése adja a karakter, a személyiség élményét. Egy hosszantartó meditációban az önkép teljesen le tud foszlani az önvaló felületéről. Csak a kék eget látod, csak a hulló hópihéket látod, csak a madárdalt hallod, és nincs hozzá énség. Nincs hozzá önkép, nincs hozzá külön élmény, hogy te ki vagy. Ezt a mindennapjainkban nagyon nehezen éljük meg, és éppen ezért nagyon nehezen kontrolláljuk a karmánkat. És innentől kezdve az lenne a dolgod, hogy meglásd, hogy ezek a képzetek, hogy te ki vagy, hiszel magadban, vagy nem, ez honnan jön? Ezzel a kérdéssel kell dolgozni, hogy mi ez, honnan jön. Mihelyt a forrását megláttad, az előjelét is meg tudod változtatni. Ha nem, csak megpróbálsz egy kamiont tenyérrel visszanyomni, miközben be van húzva a kézifék, és ott van rajta 20 tonna. Nem fog menni. De hogyha feljutsz a vezetőfülkébe, és a sebváltót rükvercbe teszed, az elkezd hátra menni. Ha egyenes előremenetbe teszed, elkezd előre menni. Hát ezért kell a karmád vezérlő egységébe eljutni, amit úgy hívnak, hogy én. És látni azt, hogy ez az én eredetileg nincs. Ez egy teremtett, keletkeztetett, megépített valami. És ennek az építéséért felelősek vagyunk. Ezt a felelősséget tisztánlátásunk mértékében tudjuk vállalni. És ezért nagy dolog az, hogy végre válságba jutottál, mert végre változol. És nem csak a jó tanuló leszel, hanem a felnőtt ember leszel. És megtanulod azt, amit kell, és meglátod azt, ami tanul benned. Sokkal könnyebb lesz. De ehhez erőfeszítés kell. Jó? Utolsó kérdés, ha van. Mi a helyes hozzáállás, amikor a saját értékrendem szerint egy szerettem a vesztébe rohan, és ha mondjuk édesanyám értékrendje szerint én rohanok a vesztembe, akkor kire hallgassak? Reá, vagy pedig saját magamra? A vesztedre hallgass. Ugyanis ő a legnagyobb tanító, sem a saját, sem az édesanyja véleményeit másodlagos, és nem annyira számít, mint az okozatiság maga. Tehát nézd meg, hogy mi az irány. Tényleg a vesztedbe rohansz? Vagy csak kockázatot vállaltál, és vagy jól sül el, vagy rosszul? Tényleg azzá válsz, hogy anyuka egy eltakarja szemét, hogy édesfiam, épp hogy nem tagadlak ki, de hát ez borzalom, amit teszel magaddal. Miért? A jó hír az, hogy elmúltál 18. Tehát a saját döntéseidet hozod.
de az, hogy te most a vesztetbe rohansz vagy sem, ezt nem te vagy édesanyád dönti el, hanem az ok és okozat törvénye megmutatja, hogy te kivé válsz azáltal, hogy követed ezt az irányt. Hová jutsz azáltal, hogy követed ezt az irányt? Tehát ezt annyira jól lehet látni, hogy érdemes-e küzdeni valakiért vagy valamiért. Az első kérdés, kivé válok ezáltal? Második kérdés, hová jutok ezáltal? És hogyha ez a kettő nem adja ki, akkor tényleg valamit nem lát se anyuka, se te. De szerintem itt alapvetően az a probléma, hogy ellenvéleménye van anyukának. És nem a véleményekre van szükség, a tisztánlátásra van szükség. Ezt egy bizonyos fokig be lehet vezetni a család életébe, de hát az én tapasztalatom is az, hogy itt a szülő és gyermek karmája az elég nehéz tud lenni. Magyarul a szülő nagyon nehezen tanítható. Elképesztően erős az az elképzelés a szülőben, hogy annak a gyereknek kinek kell lenni, mit kell csinálni, hogyan kell élni, hova kell költözni, kit vegyen el feleségű vagy férjű, hány gyerek legyen. Ezt általában így leosztva megkapod. Na hát nem így kéne élnünk, mert nagyon-nagyon alacsony szinten fogalmazzuk meg így a problémáinkat. Tehát láttatni kéne, hogy kedves édesanyám, először is nagyon köszönöm az életet, amit kaphattam tőled, mindent, amit adtál, a szívembe zárom, és most megyek az utamra. És az út ez erre vezet. Szeretném veled láttatni, hogy itt az iránytű 80. fokán mi van. Én ezt szeretném. Belőlem ez lesz. Én ide jutok. És hát előbb-utóbb, ha kellő együttérzés és bölcsesség szorult alapszinten a szülőpárban, mert azért apukákat se hagyjuk ki, ők távolabbról nézik, de szigorúbbak. Tehát észreveszik. Észreveszik, és nem kell, hogy kövessék az ég szerelmére. Még az sem kell, hogy teljesen elfogadják, csak részben fogadják el. Részben, tehát azt a részt, amit elfogadhatnak, azt láttasd először. Tudván, hogy az egy részigazság. És akkor talán van esélyed. De sajnos be kell látni, hogy a felnőtté válás fájdalmai közül az egyik az, hogy te hiszel, és ők nem hisznek. Te mész, és ők maradnak. Te látod, ők nem látják, és azt se hagyják, hogy láttasd. Aztán egyszer csak a gyümölcsös tállal visszajössz, hogy ezt kaptam, ezzé lettem. Ez lett az eredmény, és köszönöm nektek, mert ti hoztatok a világra, neveltetek, fölindítottatok útra, és ekkor zárul be a kör. Előtte nem. Mi keresztények vagyunk, és amikor édesapámnak mondtam, hogy ma hova jövök, hogy egy zenmester fog tanításokat előadni, hát fölállt a szőr a hátán, és azt hitte, hogy most én átkeresztelkedve fogok hazajönni. Hát átkeresztelkedve innen nehéz lenne, nincsenek az eszközeink. Tehát az, nézzék körül, az nagyon kevés ilyen eszköz van. Ez az egyik. A másik az, hogy ha valaki tényleg nagyon hithű keresztény, akkor használja már föl a tanítást. Két nagyon fontos igehely legyen ilyenkor édesapád szeme előtt. Az egyik az, hogy Isten színe előtt minden ember egyenlő. Ez azért fontos, mert visszavezet egy előzményre, hogy minden Isten teremtménye, még a zenmester is. És ez nagyon jó dolog. Én nagyon szeretek Isten teremtménye lenni, biztonságot ad. Ez nem vicces. Néha tényleg nem volt más, mint az, hogy ide visszatérsz, és tapasztalod azt, ami nem te vagy, de mégis benned van, és akkor elindul a gondviselés mechanizmusa. A gondviselése piskóta, tehát van, amikor csak egy lépést látsz előre a válságban és a káoszban, semmi többet. Az összes többit a nagy gondviselő majd elrendezi. Na, ha azt hisszük, hogy ez személy, hiba. Ha azt hisszük, hogy nem létezik, az is hiba. És a harmadik, ami ebből következik, az egyenlőségből Isten szín előtt az, hogyha bármiféle hibát követtél el, azt Isten megbocsátja. Ott van, le van írva. Viszont ha fele barátod fölött ítéletet mondasz, akkor az nagyon-nagyon komoly. Tehát legyen szíves, hogy ne ítéljen fölötted, mert ezzel ő rontja a karmáját. És ha ezeket szépen idézed neki, akkor előbb-utóbb megnyugszik, vagy abba hagyja.
Hát az én apám se hagyta abba. Még akkor se, amikor az emmesteremmel találkozott kint Koreában 7 év gyakorlat és 3 év szerzetesség után. Kijött apám és anyám együtt, Szungszán emmesterrel beszélgettek fél órát, életem egyik legboldogabb napja volt, és akkor sem. Akkor sem. Anyám azt mondta, milyen együttérző a mestered. Apám, milyen jól tud vitatkozni a mestered. Na most nem kell mondanom, kit láttak. És még annyit, hogy anyám egy szót nem szólt fél órán keresztül, apám végigbeszélt párbeszédben az emmesterrel. Na most nem fogsz te itt igazságot tenni. Jó? Válaszolj a kérdéseire, amennyire tudsz, és ismerd el tökéletlenségedet. Ismerd el, hogy most ő előtte nem tudsz olyan indoklást, amely számára elfogadható lenne, és ebben megnyugszunk, édesapám. Nagyon köszönöm. Nagyon szívesen. Mi a véleményed az öngyilkosságról? Ez már egy halálos kérdés. Kétféle nagyon komoly tanítás van. Az egyik, hogy a testet ne büntessük a lélek problémája miatt, és a másik az, hogy ha nem az inkarnáció végét jelentő kegyes halálról van szó, hanem az inkarnációt megszakító öngyilkosságról van szó, akkor sajnos az elvégzetlen karma átmegy a következő életbe, azzal a handicappel, hogy már egy menekülési útvonalat talált, ami nem vezet eredményre. Tehát ezt a két tanítást, ha valahogy sikerül átvinni annak a tudatába, aki ezt el akarja követni, akkor vagy belátásra jut, vagy pedig megint ugye megpróbálná. Akkor egy harmadik nagyon fontos módszer van, köszönjön el mindenkitől. Szóban vagy írásban, teljesen mindegy, de biztos vannak, akik szeretik őt, és ezeket számlálja elő magában, mindegyiket, mert búcsúzás nélkül nem megyünk el, és mindenkitől személyesen köszönjön el, és ezt fogja megállítani. Ezt azért mondom, mert ez működött. Nem mondom, hogy mindenki esetében működik, de ez a három tanítás együtt segíthet, és nagyon-nagyon nagy együttérzéssel és türelemmel kell viseltetni a szuicid hajlamú felé, és kimutatni a test és a lélek működését, és ezáltal tudsz segíteni neki. Aki mégis öngyilkos lesz, az emberi testbe vissza tud jönni, vagy lejjebb megy, esetleg disznóvá, vagy most egyébé vált? Az elméleti kérdés poklába kerültél, ami egyenlő a halállal. Oké, jó. Tehát egy ilyen abstrakcióra felelősen helyes válasz nincs. Nem látom azt a karmát, amelyik épp erőszakkal a saját testéből kilépett. Honnan tudjam, hogy hová megy? A gyermek, amikor leszületik, ő választja a szüleit, és az, hogy a váltott nemben való leszületés egyszer fiú, egyszer lány, ez helyes, vagy ez nem igaz? Most gondold el! Erre a második kérdésre bármilyen választ adni, hát az katasztrófa. Tehát a váltott nemű testvérek, nővérek, semmiféle véleményem nincs róluk. Hát ez fantasztikus, így ahogy van. Egyik fiú, másik lány. Kész. Ezzel nincs mit kezdeni, de a kérdésed első fele, 50%-ban a gyerek választja a szülőket, a másik 50%-ban a szülő választja a gyereket, illetve szülő pár. Tehát figyelhető, nagyon jó és észrevehető, hogy tudatállapotod és karmád függvényében jön le hozzád az új mintázat, az új lélek. Tehát amilyen karmikus feladatod van, amilyen vakfoltod van, azt a gyerek ütni fogja, és még alig tud járni, alig tud beszélni, és már kirajzolódik az, hogy az egoitások szembefordulnak egymással, és pont azt a gyenge pontot fogja ütni benned, amiről nem tud, csak érzi. És te már sírsz, te már dühöngsz. Te már nem tudod, hogy ez hogy van, hogy ezt hol tanult, hogy ezt kimondta neki, hogy mondja neked. Érted? Tehát egymást választjuk tudatszintünknek és karmánknak megfelelően. Gyakorolsz és emelkedik a tudatszinted, változik a karmád, pont egy olyan lélek születik le hozzád, aki ahhoz illik, és aki más tudatállapothoz születik le, az pedig annak a párja, annak a gyereke. Tehát szülő és gyermek, nagyon egymáshoz tartozunk, mi mindannyian. És amilyen karmánk van, azt terítjük a térbe.
azon keresztül alakítjuk ki a kapcsolatainkat, legyen az csak lélekkapcsolat, vagy test és lélekkapcsolat, vagy amikor a leszületés bardója van, onnan, hogy katt, és már is indul a születés felé. És ez az út, ez már nem opcionális. Itt már eldőlt, hogy hová, kikhez, mikor, milyen társadalomban, mert nem csak a szüleinket választjuk, hanem a csoportkarma is vonz minket. Tehát itt, ebben a teremben senki sem születhetett másként, csak magyarnak. Mert ez történt. Senki sem születhetett máshoz, mint a szüleidhez, abba a városba, faluba, településre, abban az időben, ahová a korábbi karmát hozott. És hogyha kíváncsi vagy, hogy ez miért történt veled, akkor nézd magadba, hogy mi a nagy hátizsákod tartalma. Mi az, amit a személyiséged tudatos részében viszel, és mi az, amit a tudattalan, nagy, feneketlennek látszó űrjében viszel. És ennek a karmának a meglátása az, ami az irányvektort kirajzolja, ami az akaratodnak az eredője, vagy az origója. Az összes érzékszervi hatás, az összes beszéd, gondolat, érzelem és cselekedet, az összes énesülés és identitás réteg, ami lerakódott benned, az mind téged idehozott. És a búcsúzó kérdés, mert a zen az a kérdések halmaza és füzére, innen hová mész? Haza, gondolod. De amikor meghalsz, akkor a lelked hová megy? Mi lesz a következő teste? Mi lesz a következő otthona? Pajcsang zenmester idézetével zárom a mai dharmabeszédet. Az élet és halál nagy munkájában az idő nem vár rád. Ha holnap meghalsz, milyen testet kapsz? Nem, de mindenek fölött nem ez a legfontosabb? Siess, siess! Vigyázz, hová lépsz. A felhők felszállnak az égbe, a folyók lefolynak a tengerbe. Köszönöm a figyelmet.